Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Az elkövetkező szűk fél órában ismét izgalmas és rejtélyes, érdekes tájakra barangolhatunk. Ugye korábban megígértük már Hankusz Kálmánnal, hogy majd gleccserek közelébe engedik, és akkor erről a dologról nálunk is itt beszámol. Hát eljött ennek az ideje. Szervusz, köszöntelek, sok szeretettel itt a stúdiónkban. Szervusz, köszöntelek, és a nézőket is. Ismét túl vagy egy nagy utazáson, pontosan hol jártál? Helyszín pontos megnevezése nélkül, az Alpok gleccsereinél, és azért mondom ezt, mert van néhány olyan hely, tőlem meg szokták kérdezni a helyszíneket, van néhány olyan hely, ahova úgy engednek be, úgy adnak engedélyt, forgatási vagy éppen sajtóengedélyt, hogy kifejezetten kérik, hogy ne mondjuk meg a helyszínt, mert nem szeretnének turistákat oda csalogatni, bár gyönyörű, nagyon veszélyes, vagy éppen nagyon sérülékeny a természet, az ökoszisztéma. Egyébként Magyarországon ilyen volt tavaly a Berger Barlangot, kifejezetten mondtam, azt mondjuk eltitkolni nem lehetett, hogy hol lett, hogy hol van, viszont kifejezetten kért a Geopark vezetése, hogy mindenhol mondjam el, írjam le, hogy bemenni a barlangba nem lehet, és soha nem is lesz nyitva, mert sérülékony. Tehát ez gyakorlatilag az Alpok... Ez egy ilyen hasonló. Igen, az Alpok gleccsereinél. Nem egyről van szó, egyébként többről. Pusztulnak az európai életet az Alpok gleccserei, nem csak az egyébként Nepálban, és a többi helyen is, csak ez viszonylag közel van. És mellesleg, ha itt voltam néhány évvel ezelőtt, érdekes volt összehasonlítani, milyen a két állapot. Látható a pusztulás? Tapasztalható? Kézzelfogható? Kézzelfogható, bőrön érezhető. Igen, nagyon, nagyon érdekes. Ha tudom, hogy mire kell felkészülni, olyan felszerelést viszek oda, például kötelet, egyebet, és ha nem kell, akkor az ember nem viszi oda. Amikor ott jártam először, néhány évvel ezelőtt, akkor jég volt, és némi pici olvadó víz, azóta ez megváltozott, jég már alig van, víz annál több, kötelet nem vittünk, mert hogy a szárazkőre nem kell, de mivel folyik a víz és pára van, a kövekre ráfagy, tehát alig lehet mozogni. Korábban a jég alatt, az olvadó víz a jég alatt folyt, ezen hason csúszva lehetett menni, nyilván minden nagyobb lenne a nyomott felület, és ne szakadjon be a jég. Ma erre esély sem volt, mert csak víz volt. A szurdokkal szemben, ahol gyakorlatilag víz folyt, nagyon szép látvány és gyönyörű, látszik majd a bejátszásokban, fotókon, mindahogy milyen a környezet. Ott gyakorlatilag egy ilyen magasabb sóderes pad volt, onnan lehetett fotózni, filmezni. Nyilván nem ezért lett kiképezve, csak úgy kitaláltam, hogy ez milyen jó hely. Ma ez nincs, víz alatt van. Van, csak víz van, alatt. Van, csak víz alatt, és nem látható. Igen, tehát döbbenetes volt. Nem biztos, ha tudom, hogy ez fogad, hogy akkor is elindulok oda, mert vagy akkor felkészült ebben, nyilván nem egy normál csizmába, hanem gyakorlatilag búvárfelszerelésbe kellett volna menni. Közben láthatunk csodálatos felvételeket, itt azért az ember nem feltétlenül azt gondolja, hogy vízzel fog találkozni. Ez gondolom az odafelé vezető út lehet? Nem, ez a helyszínen van, amit látsz gyakorlatilag, maga a környezet. Víz van. És ez látszott is az előbb egy fotón. Igen. Még egyszer mondom, a mélyebben fekvő részeken a talaj azért attól függetlenül meleg, mert a levegő nagyon hideg. Uh-huh. A talaj meleg, felmelegíti a vizet. És mivel a víz nagyon tiszta, és a folyása, tehát a sebessége miatt úgymond nyomása van, ezért nem nulla fokon fogy, hanem nulla fok alatt. A víz tisztaságából is adódik néhány fok, és a nyomásban is, ezt egyébként aki ismeri a fizikát, szerintem általános iskolai anyag. Igen. Nem tudom megmondani pontosan, ennyire nem voltam jó fizikából, de szerintem olyan mínusz 5-6 környékén lehet a fagyáspontja, és gyakorlatilag ott meg is olvad ezeken a helyeken, ezért van ezekben a patakokban víz. A gleccserek meg kimondottan ezt csinálják, nem szabadon ilyen gyorsan olvadjanak, normálisan ez úgy néz neki, hogy ahol vége van, ilyen szűk kis elfolyások, illetve gyakorlatilag ahol megolvad, a talaj elszívja. Tehát az, hogy ilyen sebességgel olvadjon
valami az döbbenetes. Most itt nem úgy kell elképzelni, hogy előttem halad fölfele méterenként az olvadáspont, hanem az, hogy egyáltalán szemmel látható patakszerű folyó víz van belőle. Itt van, ami előttünk látszik. Igen, csak hát ugye azért ez döbbenet ahhoz képest, hogy az ember látta az előbb a csodálatos havastájat és a hegycsúcsot, és akármi is szerintem nem feltétlenül erre a képre számít, vagy ez a kép ugrik be bárkinek is, hogyha az első képsorokat látta. Igen, mondjuk azt hozzáteszem, azért egy szurtoknak, egy szakadéknak az alján van, és attól lesz szép a dolog, mindenképpen olvadna ott a gletszer. Csak nem ilyen mértékben. Igen, azért a természet gondoskodott róla, hogy beszorul egy ilyen szűk járatba a gletszer, és ugye a magasság is csökken. Nyilván alacsonyabb lesz a hőmérséklet, ahogy beszorul a jég, nyomás alá helyeződik, stb. Soroljam. Tehát az olvadás mindenképpen létrejönne. Csak te milyen nagyságrendben, tehát nem erre számítottál akkor ezek szerint sem. Igen, hiszen mondom, én voltam ott korábban. Maga a hely külön, egyébként azért ilyen látvány, és meg azért ilyen szép, mert úgy olvad el, hogy abban a szorosban, a szurdokban, ahogy elolvad, mindenképpen le kell zuhannia a víznek. És ráadásul nem egyfelől, hanem az egyik egy nagyobb gletszer, a másik egy kisebb. Tehát így két oldalról folyik be. A pici az egyébként csak arra jó, hogy olyan, mint a szemerkélő eső, magyarul, hogy minden csupa jégcsap legyen tőle. Mondtam, hogy ezt egy díszlettervező nem építhettem volna meg jobban. A másik meg arra szolgál, hogy folyjon, tehát mint egy gyönyörű háttérdíszlet egy színházba, csak itt a természet a rendező. Szóval ezt így alkottam meg, tehát mindenképpen olvadna. Egyébként ember nem nagyon tudja megközelíteni, nagyon veszélyes. Hozzáteszem, hogy ha most itt, mert gondolom ez érdekel mindenkit. Hogy igen, nyilván, hogy nehéz volt-e oda jutni. Igen. Hát eleve ott kezdődik, hogy motoros szánokkal, véletlenül néhány képsorban az is látszik, motoros szánokkal lehet megközelíteni. Ez az élvezetes része, aki már ült ilyen, tudja nagyon jó. Nagy szél, gyönyörű tájak, rendben van. Egyébként abban a pillanatban, hogy egyedül van az ember a hegyekbe, és szakad a hó, ez már nem annyira kalandos. Én volt úgy, amikor az egyik vezetővel től úgy váltam el, hogy ott állj meg, ahol még tudod az utat, ha meg megy egészen vissza a faluig, akkor a menedékháznál találkozunk, hogy együtt menjünk be. És volt olyan pillanat, amikor a szakadó hóesésben nem láttam a saját odavezető nyomaimat, nem voltam benne biztos, hogy jó helyre megyek. Tehát azért nem veszélytelen eset, de nagyon nagy élvezet. Mindegy, így lehet oda jutni. Időnként tarkítja az utat egy-két, itt a bejátszásokban nincs benne egy-két olyan, amikor a lavina előttünk lezudul. Csodálatos különben. De látványilag az ezt azért. Tehát ott, hogy mentünk a hegy oldalába, ott megálltunk, és előttünk szakadt le a lavina. Nagyon jó volt, nem filmeztem, mert úgy maradtam. Sajnáltad, maradt. Gondolom utána. Hát úgy maradtam, tehát mondom, ezt ki kell élvezni, nézem. Mondom a kamerát, majd eszembe se jutott meg, hogy ez annyira csodálatos volt. A vezetőnk csak annyit mondott, hogy ó, a fenébe most áshatunk. És milyen igaza volt, mennyire gyakorlatias? Tényleg ásnunk kellett, hiszen ha azt a szakaszt át akartuk menni, vagy át akartunk rajta jutni, akkor vízszintes sávot kellett belásni. Ez egy olyan jó másfél-két órai munka, mit tudom én, 6-8 embernek. De azért megért a látvány. Meg igen, igen. És amikor ezzel ezt mondom valakinek, akkor mindenki az olyan, hogy riogatom vele. Nem, alapvetően nem veszélyes, tehát nem úgy kell elképzelni, mint a filmekben. Nem olyan helyeken van, itt is csak annyi volt a kellemetlenség, hogy az utat zárta el előlünk. Na, az a lényeg, hogy így lehet oda jutni. Az utolsó részt már nem is lehet így sem megtenni, se sível, semmivel, gyakorlatilag csak gyalog. Amikor a szakadéknak a megfelelő oldalán vagyunk, onnan felelőtlenség lenne lemenni, egyetlen egy kis út vezet lefelé. Tehát én speciál úgy csináltam, hogy aki velem volt társamat, odaállítottam, én átkeveredtem a szakadék, mert át lehet menni egyébként egy ponton a szakadék túloldalára, onnan láttam, hogy hol van a lejárat, és integettem neki, hogy meddig menjen még, ott hallani nem hallottam a hangomat, hanem mondtam, hogy ott a fix, és maradjon ott. Leült, és megvárta jó fél óra, vagy mit tudom, nem tudom, még talán több is, mire visszakeveredtem, és nem egészen értette azt, hogy mit szórakozok vele. Mondom, nem szórakozok, az az egyetlen hely, ahol le lehet jutni a szakadék aljába. Mert föntről neki pontosan ugyanolyan volt, mint az összes többi.
De én tudtam, hogy ott van a lejárat. Azért veszélyes, mert egy szakadék szélén tiszta időben, száraz időben sem veszélytelen dolog mozogni. Itt meg el kell képzelni, hogy a hó és a jég, ahogy rárakódik a kövekre, időnként kicsit kijebb nyúlik a peremnél. És ez a kicsit, ez lehet fél, egy méter is. Az el lehet képzelni, hogyha arra a peremre, ami hóval borított az ember rálép, akkor gyakorlatilag leszakad. Nem mondom, a lejutásnak egy rendkívül gyors módja. Ám de azért a testi épségünket veszélyezteti. Azért néhány száz métert zuhanni, tehát nem gondolom, hogy utána bármilyen egyéb élvezetben is lenne része az embernek. Tehát nagyon-nagyon veszélyes. Azon az egy lejárón is, tehát az sem egy kikövezett lépcsős valami. Van, ahol ki van képezve, nyilván hegymászok, akik arra jártak, viszont ott legalább annyi helyismeretem van már, hogy tudom, hogy nyugodtan bele lehet ugorni a hóba. Én már belemerek ugrani, akit viszek utánam, az is megmeri tenni, mert tudja, hogy csak oda lecsúszik az aljára, ahova kell, nem a szakadék aljára, csak ahonnan már út vezet le, és akkor így le tudunk menni létre egyéb. Ez egy ideig működik, aztán a hegymászok hagytak ott köteleket. Van, ahol van kötél, és van, ahol nincs. Ahol van kötél, ott tudunk kapaszkodni. Mellesleg ugye ezt nem De ellen. Ahol nincs, akkor ott viszont hogy tudtok tovább haladni? Hát szerencse. Ja. Persze, hát az mindig velünk van, tehát soha nem hagyjuk otthon, vagy kint vásárolunk, ha véletlenül mégis nem tényleg így van. Ehhez szoktam mondani, egy amatőr mozdulat és lezuhan az ember, csúszik a szikla mindenfelé. Azért ezt nem szabad elfelejteni. Van olyan hely, ahol tudni kell azt, hogy egy lendületet kell venni, és elengedni. Ha itt fél az ember, akkor lehet, hogy vége. De ha nem fél, a lendület pont oda fogja vinni a másik pontra, ahol meg lehet kapaszkodni. Fejbe kell elhelyezni. Azért fejben ezt előtte le kell sakkozni, nem? Igen. Igen, ha olyan van, aki nagyon fél, akkor megszoktam azt csinálni, hogy megfogom a ruháját, és átlendítem. És eléri, ugyanezt meg tudja csinálni nélkülem is. Na, így lehet lejutni. A visszajutás egy kicsit macerásabb különben. De miért? Hát majd elmagyarázom. Na, tehát lejut az ember, és akkor gyakorlatilag lent, ahol eddig száraz kövek voltak, most a vízpárától rengeteg helyen ráfagyott a kövekre a víz, ahol korábban száraz volt. Na és akkor itt jön az, hogy a visszajutás miért macerás, mert lefele ott van a gravitáció, és ha 4-5 métert kell lefele szánkázni, hát annyi, hogy a kamerát kimélem, és szoktam... És rábízod magad. Igen, szoktak rajta nevetni, berakom a kamerát a Jackie alá, és mint a bogár, amelyik éppen a hátán van, leszánkázok. Tudom, hogy puha, bajom nem lesz, és a kamera meg nem megy tele hóval, vízzel, nem töröm össze. Teljesen jó. Na, a visszajutás, és ez esetben azért volt macerásabb a visszajutás, mert nem vittünk köteleket. Én nem számoltam rá, hogy ott alul mindenre rá fog fagyni a víz, és annyit tudtam csinálni, hogy uszadék fákat, gajakat kerestem, amik ilyen hosszúak voltak, és azért ezeket beviszem a víznyomás elég rendesen a kő alá, nem volt egyszer kicibálni, kiszedtem, és oda nyújtottam annak, aki volt tehát segítségemre, és ennél fogva tudtam kihúzni magamat. De nyilván ő is csúszik, tehát ilyenkor az eljárás a következő, hátát nekiveszti a sziklának, ahol tudja, lábát betámasztja, és ez a testsúlyom másfél vagy kétszeresét is elbírom pozíció, én meg a másik oldalon a gajat kötélnek használva húztam föl magamat. Normálisan, azért meredek. Igen, normálisan ide kötél kellene. És vittem volna, mert nem felelőtlen vagyok, vagy nem felelőtlenek vagyunk, csak egyszerűen, amikor a legutoljára láttam, nem kellett. Most meg jött ez a helyzet, ez a szituáció. Gondolkoztam rajta, nyilván vissza lehet menni egy félnapos tortúrával, kocsiba biztos van legalább ilyen bontató kötél, amivel mit tudom én, kettőt összeköt az ember, meg lehetett volna oldani, de ez legalább 3-4 óra, mire én ezt úgymond megoldom.
Így döntöttünk a helyszínen, tehát ezért mondom, hogy a visszajutás az ezért macerásabb. Meg azért, mert az ember talán felszabadultabb, hogy már vissza, nem, nincs túl a nehezén. Aki már volt hasonló helyeken, az tudja, hogy a visszafelé út az legalább annyira veszélyes, néhány helyen még veszélyesebb, mert nem segít a gravitáció nekünk, hanem ellenünk van. Volt olyan szituációs, amikor az egyik ilyen helyen, amikor leértünk a szikla aljára, fölnézett az, akivel voltam, és elkezdett ütni, és mindenféle csúnyákat mondott rám, hogy mertem ide lehozni. Ő nem látta, hogy hol rá volt fagyva az egyik része egy nagy darab jégtömb. Én alatta, tehát én lementem és láttam, hogy annyi az egész, hogy ráfekszik a hasával, berakja a lábát a jégtömb alá, és ugyanúgy tud tovább, mint egy létrát használja az egészet. Csak hogy ez lentről nagyon ijesztő volt. Hát, akkor gondolom, hogy voltak meredek pillanatok, és nyilván maradandó emlékekkel távozó, hogyha egy gondolattal, vagy egy összegezni kéne az egész kirándulásnak, vagy látogatásnak a tanulságát, akkor az mi lenne szerinted? A természet változásaival ez összehozható, vagy úgy egyáltalán a környezeti változásokkal? Mindenképpen. Ha összegezni szeretném, és talán nem váltok ki minden környezetvédő vagy természetvédőbe szimpátiát ezzel, mert nekem azért egy-két egyetemnél időnként van ezekkel az emberekkel, egyetemi tanárokkal, stb. Beszélgetni valom, és én azt szoktam mondani, hogy természetesen a környezetet védeni kell, meg mindenféle, tehát mindenkit erre biztatok. Ettől függetlenül az ilyen mértékű környezet vagy klímaváltozás szerintem nem pusztán az ember műve. Nagyon sokat tudunk érte tenni, vagy tettünk negatív értelemben eddig, tehát óvjuk, védjük, de, és most ebben nem szeretnék belemenni, hogy miért, az a lényeg, hogy a környezet, a klíma, az egyébként időről időre változik magától is, mint ahogy az északi déli pólus, stb. És szerintem ennek vagyunk a részesei. Tehát amikor ilyen mértékű, az nem pusztán az üvegház hatás. Lehet, hogy teszünk rá, sőt biztos, meg attól függetlenül ne szemeteljünk. Tehát még akkor is, hogyha a Föld elintézi saját magát nélkülünk, mi akkor is próbáljuk megóvni, tehát mindenképpen, de ez olyan óriási ez a változás, mellesleg nem biztos, hogy rossz. Tehát én azt gondolom egyébként, hogyha ez a természetrendje, megakadályozni sem kell, de nem kell nekünk szemetelni, nem kell hozzájárulni, ez gyorsabb legyen a folyamat, hagyjuk így, és próbáljunk meg vele élni. Tehát nézzük meg, hogy mi van, tehát a változások nem egyik napról másikra, hanem egyik hétről, vagy évről, vagy évtizedről a másikra következnek be. Hát éljünk azzal, aztán ez a konklúziója a dolognak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy kis ízelítőt adtál nekünk a gletcserek pusztulásából, mondhatom ezt? Igen, nyugodtan. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel, sőt Hankusz Kálmánnal is találkozhatnak még itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!